milyen gyönyörű. Még soha nem volt ilyen finom ruha a nyaka. Mondja csak maga szerint, még kérhetnék a kapitány úrtól? A hány ruháról lenne mégis szüksége? Jaj, nem nekem. A gyerekeknek varnék játszóruhát belőle. Hát tudja, ezek a gyerekek nem játszanak, csak sétálnak. Ez mindig így volt? Amióta a kapitány úr felesége meghalt, olyan ez a ház, mint egy hajó, ahol ő a kapitány. Sípjenek parancsok, és semmi zene, semmi nevetés. Semmi, amivel emlékezteti. Sajnos így van a gyerekekkel is. De hát ez borzasztó. Hát igen. Nos, hogy tetszik a szobája? Tudja, itt nem sokára új függönyök is lesznek. Ja, miért? Nekem ezek is megfelelnek. Szerintem szép. A kapitány úr újakat rendelt. Jó. Mondja csak maga szerint, holnap reggel beszélhetnék vele a ruhaanyagról? Hát már korán reggel is beutazik. És mennyi ideig marad? Az attól függ. Legutóbb a bárónőnél egy egész hónapot töltött. Tudja, nem kellene ezt mondanom magának, hiszen csak alig ismerjük egymást. De nagyon úgy tűnik, hogy a kapitány úr felesége fogja venni a bárónőt úgy nyár vége felé. De hát az csodás lenne. De lesz anyja a gyerekeknek. Igen. Nos, jó éjszakát. Jó éjszakát. Atyám, most már tudom, hogy miért küldtél engem ide. Hogy felkészítsem a gyerekeket az új anyára. Imádkozni fogok a család boldogságáért. Isten áldja a kapitányt, Frédit, Grétit, Brigittát, Lizát. És Isten áldja, hogy is hívják a másik kisfiút. Isten áldja a másik kisfiút is. Ugye nem fog elárulni a papának? Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Én csak kimentem sétálni a kertbe is, és hamarabb bezárták az ajtót, mint ahogy kellett volna, és láttam az ablakot nyitva, így bemásztam rajta. Ugye nem fog elárulni a papának? Te hogy a csodába másztál itt fel? Luisa Akani már egy pókkal is fel tud mászni, csak azért, hogy megtrifálja a nevelőnőket. Pókokkal? Mondd csak, Liza, te egyedül sétáltál ilyenkor a kertben? Na, jól van. Ha beáztatjuk a ruhádat a fürdőkádba, senki nem fogja megtudni a dolgot. Nézd csak ezt odaadom, vedd fel, nehogy megfáz. Azt hittem, hogy mi szükség a nevelőnőre, de mégis van. Megjöttél a vihartól, ugye? És a többiek? Majsznak nem félnek. Nézd csak. Na jó, gyertek gyorsan fel az ágyba. Komolyan? Most az egyszer, igen. Most már csak a fiúk hiányoznak. A fiúk biztosan nem jönnek, ők nem félnek. Na csak nem megjöttetek a vihartól. Nem, de hogy csak meg akartuk nézni, hogy maga féle. Ez nagyon kedves ötlet volt tőled, Frédi. Nem az én ötletem, a Kurti. Kurt, ő a másik kisfiú, Isten áldja. Én mindent hívok. Amikor szomorú vagyok, szép dolgokat képzelek el. Például mi? Nézzük csak. Délette rózsák, egy kis macska bajza, részkod nagyobb jósa, légies majta. Masni egy kis csomag, kék sinegém, ilyesmi dolgokat szeretek én. Krémszínű pónik és krémszínű krémek, szánokon csengetjük réteg és rétes, felszelóban tudok szárnyán a fény, ilyesmi dolgokat. Arcomba szállnak, tavaszba olvadó hófehér tél.
macska bajsza, részben egy apjus elég ilyes fajta, más tihét kis csomag, kis idegén, ilyesmi dolgokat szeretek én. Krém színű pónik és krém színű krémek, szárakon csak együtt létes és létek, mondom, hogy ott akaradom szigorúan értendő ebben a házban. A gyerekek fértek a vihartól, és... De megmondta. És maga képtelen ilyen egyszerű utasítás végrehajtására? Égszakadás esetén igen. Liza! Igen, apa? Hova tűntél a vacsoráról? Apa, az úgy volt, hogy én csak... Liza bizonyára azt akarja mondani, hogy az este egy kicsit elbeszélgettünk egymással, de most már nagyon későre jár. Egy-kettő gyerekek, menjetek aludni, jó éjszakát! Kisasszony, remélem tisztában van vele, hogy holnap reggel én elutazok. Igen, uram. És azzal is tisztában van, hogy ebben a házban a legfontosabb a fegyelem. Remélem, mire hazajövök, valami rendet talál. Igen, igen. Most jut eszembe, hogy még mielőtt elmegy, szeretnék önnel beszélni a gyerekek ruhájáról. Kapitány úr, szeretnék játszóruhákat varni. Kisasszony, maga nagyon sok mindent szeretne, ami sajnos lehetetlen. De hiszen gyerekek! Igen, gyerekek! És én vagyok az apjuk. Jó ét! Szereplők, amíg átöltöznek, addig esetleg, hát nem is tudom, bemutattam Éva nevelőnét, hogyha ráír. Kihívhatom? Vagy dolga van a gyerekek közt? Éva nevelőnéni, ő szervezte, vagy találta ki ezt az egész darabot, hát beszélgettünk róla, megnézte a filmet, tetszett, és hát ami tetszett, az kiírta belőle, ez a sokkal hosszabb darab, és dalokat azokat megszerezte, és hát így meglett. De nagyon érdekes Éva nevelőnéni, és megkérem, hogy pár szót mondjon magáról. Jó estét kívánok, az én nevem Pál Éva. Most már 10. éve vagyok nevelőnő a Szent Ferenc Alapítvány Dévai házánál. Van 7 saját gyerekem, és 11 nevelt lányom, szociális gyerekem. Hát a saját gyerekek közül már a többi, vagy többség kirepült, mert nagyok, úgyhogy a kisebbek között 3 van még velem. És hát lánycsaládot nevelek, és ez egy hobbi szinten alakult ez az egész színjátszósti. A Facebookon véletlenül megláttam egy régi darabból egy részletet, amit én annak idején 7. koromban nagyon megkedveltem. És arra gondoltam, hogy milyen kár, hogy a mai világban már kiment a divatból ez a vándorszínészesdi, már akkorjában így hétvégenként jöttek vándorszínészek, és akkor nagyon szép darabokat meg tudtunk nézni. És felolvastam a gyerekeknek a darabot, és nagyon megtetszett ez a Néma Levente volt, és akkor már mindjárt a gyerekek is játszani akartak, felosztottuk szerepekre, és az első, hát nem volt még tétje, mikor kezdtük ezt tanulni, nem is tudtuk, kinek adjuk elé. Csak nekifogtunk a 2 órás darabot megtanulni. Aztán mondtam, hogy hát adjuk elő Csaba testvérnek a születésnapján. Aztán mondták egyesek, hogy ha 2 óra, az biztos nem nézi végig, megmondja a sejt, hogy minket. De mondtam, hogy kipróbáljuk, hogy hát hogyha, de annyira tetszett neki, hogy azután még vagy 50-szer biztos végignézte. És ezt is, már nem tudom, nagyon sokat gyára látta. Úgyhogy...
Összesen azt hiszem ez az ötödik darabunk, ha jól számolom. Volt először a Ného Levente, utána a Csinki Gergelytől a Buborékok. Aztán volt egy karácsonyi darabunk, ami már harmadik éve még mindig megy, a Jókai Mór elbeszéléséből írott, melyiket a kilenc közül darab. Aztán Szent Ferenc életéből volt egy musicalünk, egy ilyen fiatalság szájízére írott darab. És akkor igen, ez a muzsika hangja a következő. Tegnap egy nagyon izgalmas helyen voltunk. Képzeljék el, hogy valamikor januárban, múlt évben jártunk a Balassagyarmati Fegyházba. A gyerekek énekeltek, hát nem előadás volt ott, hanem énekeltek, és én miséztem, és a rabok is énekeltek, ezek fegyencek. Tehát, hogy mondjam, és bíztattuk őket, nagyon jó volt, a végén nem akartunk eljönni. És tényleg aranyosak voltak ezek a rabok, és persze, hogy ritkán találkoznak civilekkel, gyerekeik, legtöbbnek van gyereke is, sírtak meg minden, és akkor bíztattam, hogy írjanak dalt, valamit, és én is prédikálok nekik, csinálunk egy CD-t, és elküldjük minden gyereknek, aki az ő gyerekeiknek. És ha hiszik, hanem olyan komolyan vették, hogy nekiálltak, és írtak egy musicalt Szent Adórián életéről. Nagyon-nagyon megrázó volt, és elmentem a próbára, és csak néztem, hogy énekelnek, táncolnak, beszélnek ezek a rabok, és a parancsnok, hál' Istennek, egy nagyon vagány ember, Budai István, és támogatta őket, és díszletet csináltak, és ruhát csináltak, és hát, hogy mondjam, előadták ott először Balassagyarmaton. Olyan megrázó volt, mert hát például a Maximilián, hát ez egy tábornok, ugye ő a császár, római császár, az ő idejében zajlódik a történet, és hát ottan csalódott Adóriánba, aki tábornoka volt, és keresztény lett, meg minden, és hát mondom, hogy egy kicsit bátrabban mérgelődjön, mert olyan Jánbor úr mondta, hogy nem kellett volna ezt csinálni. Többiek mondták, hogy csak ne biztassa, mert múltkor, amikor felmérgelődött, két embert megölt, azért hozták be ide börtönbe. Úgyhogy ilyen típusú színészek voltak, és ezek az emberek, ha hiszik, hanem olyan profin előadták most tegnap Budapesten, a József Attila Színházban, hát egész körbe volt véve rendőrökkel, spokmegekkel, meg mindennel, és előre előadták ők a darabjukat, és utána előadták a gyerekek ezt a darabot. És tele volt a színház emberekkel, és 5 óráig voltunk bent, és hosszan néztik. Tehát olyan jó volt látni, hogy a rabok, az árvák prédikálnak Budapest nagy embereinek, és ők felállva tapsoltak. Úgyhogy ez már olyan evangélium íze van, úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagy öröm van a szívemben, de úgy látom, hogy kész van a második felvonás. Mária kisasszony, nagyon jó magával. Akkor volt legutájára olyan jó. Olyan jó gyerekek vagytok, én nem is értem, hogyan lehetnek ilyen rossz vicceitek. Pedig érthető. Mire jó ez az egész? Legalább ránk figyelnek. Ja, értem. Na jó, gyertek gyorsan ide az egészen. Mit fogunk? Előadunk a bárónőnek. Apa, nem hiszem, hogy fog örülni ennek. Azt majd meglátjuk. Hogyan? Hogy kezdik? A, B, C. Hát az éneklést hogy kezdik? Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Az első három hajjam mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, szol, la, ti. Hát ez még túl nehéz nektek. Do, ha, do.
valóban lenyűgözőek. Ugye tudod, hogy érted van mindez? Bármiről is legyen szó, te mindig a helyzet magaslatára tudsz emelkedni. Ne szellemeskedj meg, különben visszavonom a meghívást. Nem is te hívtál meg, én hívattam meg magam. Láttátok, az út mentén minden fáról egy-egy gyermek lógott. Ó, csak néhány helyből is mondsz, gyertek, menjünk tovább. Ez a béke, hogy ilyen gyakran itt hagyod? Úgy csinálok, mintha rengeteg dolgom lenne, és ettől úgy érzem, van valami értelme az életemnek. Talán az emlékek elől menekülsz? Lehet, de az is lehet, hogy valami más kötetlen. Hát ezért látogattál ilyen gyakran Bécsbe? Vagy csak a szórakozás kedvéért? Nem hinném, hogy csak szórakozás lennél a számomra. Miért? Szerinted milyen vagyok? Lássuk csak! Kedves, okos, szét, elbűvölő, kitűnő háziasszony is, ne haragudj meg, de a megmentőm is. Tudom, hogy erről még nem beszéltem neked, de te adtál újra értelmet az életemnek. Tudom, hogy remek társaság vagyok. Bécsben remek barátokkal körülvéve nagy társasági életet élek. De ettől eltekintve én csak egy gazdag nő vagyok, akinek te kell lesz. Hát te már megint itt vagy. Hol vannak a gyerekek? Legyek, megkeresem őket, üdvözölni kéne benneteket. Nos? Nos, micsoda? Elhatározásra bírtad a kapitányt, lesz esküvő? Max, ez az egész nem játék. Tudod jól, mekkora gyermek vagyok, és mennyire szeretem a játékokat. Mondja nekem minden apró cseppről, inti és érdekes részletet. Szerintem most fog eldőlni a dolog. Nehéz eset. Ahogy én ismerlek, drágám, meg fogod oldani. A feleséged tényleg nagy ört vagyok maga után. A te férjed pedig nagy vagyott. Ti, mindketten, közel álltok hozzám, azért azt szeretném, hogy összeházasodjatok. A családban kell maradjon ez a rengeteg sok pénz. Nos, megtaláltad őket? Igen, itt jönnek. Kapitány úr, hazajött! Maga biztosan a báron, nagyon örvendek. Ez a hölgy a báron. Ők pedig a gyerekeim. Menjetek, gyorsan öltözzetek át, aztán gyertek vissza valami normális lábban, egy-kettő mozgás. Kisasszony maga maradjon. Mi inkább megyünk és halapunk valamit. Kisasszony, kérem válaszoljon őszintén. Igen, uram. Lehetséges, hogy csak képzelődtem, hogy a gyermekeim a mai napon fáradnáztak. Igen, uram. Értem. És mik ezek a... Ja, ezek játszóruhák. Én vartam őket a kiselejtezett függönyanyagból. Kisasszony, ezzel azt akarja mondani, hogy a gyermekeim függönybe bugyolálva járkáltak a város utcáin. És de nagyon élvezték. Uniformisaik vannak. Olyanok, mint a kényszerfüggöny. Hogy mer ilyet mondani? Hogy játszanak nyugodtan azok a szegény gyerekek, hogyha közben arra kell vigyázni, hogy nehogy összepiszkítsák a ruhájukat. Sosem panaszkodtak emiatt. Nem is mernének. Nagyon szeretik magát, de ugyanakkor nagyon félnek magától. Nem vagyok kíváncsi a maga véleményére. Pedig igenis végig fog hallgatni. Kezdjük Lizával, már nem kisgyerek. Ma holnap felnőtt nő lesz, és maga nem is ismeri. Ne beszéljen nekem ott Lizával. Ott van Frédi, előbb-utóbb is férfi szeretne lenni, és mondja csak, kiről vegyen ő. Hogy mer maga beszélni a fiamról? Birgitta is sok mindent elmondanna magáról, ha hagynám, hogy közelebb kerüljön magához. És sport is csak azért tetteti magát keménynek, hogy ne látszódjon rajta a fájdalom. És azt a kicsit mondtam, még nem ismerem annyira őket, de csak szeretni kell őket szeretni. Nem értik, hogy mit nem szeretem. Én is megfejeztem. És most szépen összeszedi a cuccait és visszamegy a kolostorba. Mi ez? Énekelnek. Hallom, hogy énekelnek, de kik? A gyerekek. Én tanítottam nekik ezt a dalt.